végül egy egészen pici ráadásként a OKE Plus almappában található táblák közül, ugye beszéltünk sokat az északi szél adatbázisról, és említettem, hogy ebben az északi szél adatbázisban nem csak az alap objektumok találhatók, hanem vannak benne makrók és modulok. Tényleg van benne nagyon sok, de egyel sem foglalkoztunk. Mielőtt azonban ezeket megnézünk, egy lekérdezést nézzük meg, amit még egyáltalán nem vettünk. A lekérdezések között, ha ezt tervező nézetben megnyitjuk, akkor találunk olyanokat, mint mondtam, amely SQL specifikus lekérdezések. Ezt a lekérdezést, ha lefuttatjuk, akkor ő egy, hát nézzük meg, hogy mi történik, ő egy új egyesített táblát fog létrehozni, tehát vevők és szállítók városonként nevű SQL specifikus lekérdezésből. Hát nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni, hogyha átváltunk. Tehát ő egy eredménytáblát szolgáltat, a futtatást megnyomom, akkor is ugyanaz történik. Tehát ő mindjárt egy eredményt szolgáltat, ez lesz a lényege. Na most ettől érdekesebb, hogy mit csinálnak ezek a bizonyos makrók. Na most minden egyes makrónak a leírása megtalálható itt mellette, most elég szélesre nyitottam. A tervező nézetben a rendszer megmutatja, hogy mi a makrónak, megjelenik egy makró eszköztár, és megmutatja, hogy mi a makrónak a felépítése, funkcióra részletesen. Nem fogok vele foglalkozni. Ami lényegesebb, hogy a bővítményekben ezek a funkciók elérhetők, tehát én most be fogom zárni ezt a makrót, ha sikerül, persze. Majd mindjárt bezárjuk. Nem. Igen, és akkor a bővítményekben ezek külön eszköztárként fölkerülnek ezek a makrók, és azt mondom, hogy személyi adatok, hát igen, akkor makró lépésenkénti végrehajtása, makró állítása, talán van olyan, amelyik működik, nem biztos, hogy van olyan, amelyik működik. Hát az a baj, ugye, hogy ezek egy teljesen máson, itt látunk már végre valamit, termékek hozzáadása, tehát meghív egy űrlapot, amelyet teljesen újra kéne generálni ehhez a rendszerhez megfelelő módon, meg hát ugye egyéb hivatkozások, minden megváltozott azóta, mióta ezt én konvertáltam egy másik verzióból. Van még arra is lehetőség, hogy ezt Visual Basic-be esetleg konvertálja az ember. Hát most erre itt nincsen lehetőség, csak a futtatás. Jó, viszont a modulokban látunk valamit, már ugye Visual Basic-et hív meg, és a Visual Basic eljárások itt sorban megtalálhatók, amelyek működnek a háttérben. Ebben sem fogunk belemenni, csak mondjuk az ABC vevék telefonszámai ABC gombokat, ha megnézzük, akkor teljes programozási környezetet láthatunk. Akit érdekel, itt van például a segédfüggvények, akit érdekel, akkor nyugodtan csemegészhet belőle, megvan minden, ami olyan programozónak kell, aki a VBA-val akar, Visual Basic for Application-nal akar foglalkozni. Ehhez másfajta segítséget szeretnék nyújtani önöknek. Ezt a segítséget a Microsoft készítette. A feladat leíró állományba elhelyeztem néhány linket, amely a Microsoft honlapjára mutat. A Microsoft honlapján
vezetők a következők: a felhasználói felület makró létrehozása, teljes leírásban adat makró létrehozása, és mind a kettőről egy-egy videó bemutató is elérhető, amelyek ilyen módon felhasználhatók mindenki számára, és ebből, akit érdekel, meg tudja tanulni azokat az ismereteket, amelyek a különböző makrok létrehozásához szükségesek. Mondjuk nézzük meg először az adat makró létrehozását, hogyan kell ezt elvégezni. Lássuk először az adat makró elkészítéséről szóló videófilmet. A videófilm angol nyelven készült, de aláírással magyar nyelven is láthatjuk a fordításnak a kép alján. Teljesen új területe a Axisnek, ez egy új fejlesztés. Ezek a lehetőségek megvannak egyébként az északi szél adatbázisban is, tehát találunk ott olyan alkalmazásokat, amelyeket ki tudunk próbálni olyan módon, ahogyan itt látjuk ebben a feladatban. Back in the data sheet, I'll change a few status values to make sure my data macro works.
össze röviden, hogy mit látunk a videóban. Az EXIS 2010 programmal létrehozhatunk olyan adatmakrokat, amelyek akkor futnak, ha adatokat adunk hozzá, törlünk vagy frissítünk egy táblában. Ez a szolgáltatás hasonló a Microsoft SQL Server eseményindító szolgáltatásához. A videó bemutatóban megtudhatjuk, hogyan hozhatunk létre egyszerű adatmakrokat a megújult EXIS makrótervező használatával. És akkor az összefoglalás. Hát a következő módszerrel adhatunk adatmakrókat a táblához. A navigációs ablakban kattintsunk duplán arra a táblára, amelyhez makrót szeretne adni. A táblázat lapon az elő események vagy az utó események csoportban kattintson arra az eseményre, amelyhez kötni szeretne. A következő videófilmen a felhasználói felület makró létrehozását láthatjuk. Az EXIS 2010-es programban ezt a makró készítési lehetőséget is egy teljesen új környezettel látták el. A különböző objektumokhoz, például parancsgombhoz, szövegmezőhöz, űrlaphoz vagy jelentéshez vannak hozzá kapcsolva ezek a makrók. Nem tévesztendők össze a táblákhoz kapcsolt makrók, amelyek elnevezése adatmakró. Ebből a videó bemutatóból ezt ismerhetjük meg. Tulajdonképpen ez a makró megfelel abban a formájában, amelyet látni fogunk az adatelérési lapnak. Tehát arra is a webes adatok kihelyezésére egy webes felületre van, és jó használható. In EXIS 2010, macros play a more prominent role than in previous versions. In particular, if you're creating a web database, you must use macros instead of Visual Basic for applications code to accomplish programming tasks. That's because VBA will not run in a browser. UI macros, or user interface macros, are attached to events on forms and reports. The term UI macro distinguishes them from data macros, which are tied to events that occur in tables. In this video, I'll show you how to create a UI macro that opens a detail form when you click an item in a list form.
látható, hogy ez a technika, technológia, munkamódszer helyettesíti az adatelérési lapokat, amelyekre sokszor utaltam már az előző 2003-as verzióban lévő adatelérési lapokat. Ennek tehát különösen nagy szerepe van annak számára, aki webre készít adatbázisokat. Azt javaslom mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni az itt látott lehetőségeket, hogy ebben a meglévő északi széladatbázisban lévő makrókat alakítsák át a látottak alapján, és annak segítségével próbálják megtanulni ezt a hát nagyon érdekes, nagyon hasznos lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra, viszont látásra.